1975-öt írtunk, amikor dr. Rózner Gyula régész a szekszárdi Bercsényi utcában avatkori sírokat tárt fel. Szekszárd jelentős leletanyaga bizonyíték arra, hogy az avarok szerették a várost, jelentős méretű lakóhelynek számította maga korában. Innen származik ez a pici ékszer is, mely a gazdagságról árulkodik, hiszen a kor szokásaival ellentétben ezüstből készült. Azt kell tudni, hogy Szekszárdon összesen 116 lelőhely van, tehát azt jelenti, hogy a lelőhelyeknek, az összes lelőhelynek a harmada az avarkori. Tehát az őskortól kezdve a török korig, tehát már itt is mutatkozik, hogy nagy számú lelőhelyel van itt dolgunk, és a temetők pedig arról árulkodnak, hogy a Rózner Gyula által feltárt Bogyiszló úti temető, ott 800 sír lett feltárva a 70-es években, a Tószegdüllői avartemetőben 1600 sír, ugye a több kisebb, a Palánki temetőben 250 sír lett feltárva, de 500 körüli lehet a sírok száma, és ezen kívül is több temető részlet van, aminek ugye nem tudjuk pontosan a sírszámát. Összesen 2500-2600 sír van feltárva, és nagyságrendileg olyan 4500 sírról tudunk, amit még fel lehet tárni a jövőben, de ezek csak azok, amiről tudunk. Tehát valószínűleg még van olyan, amiről pedig nem. Ugye a Bercsényi utca is csak az egyetlen olyan temető, ami a város területén van. Valószínűleg az épületek alatt van több temető is, amit most már ugye nem tudunk feltárni. A restaurálás után megszépült lelet pár ritkaság. Az ilyen típusú karpedecek a 6. század utolsó harmadában, a 7. század elején jelentek meg. A jelenlegi kutatás két típusba sorolja a kürtös végű karpedeceket, pécsi, valamint szentendrei típusokra. A hónap műtárgya vélhetően a pécsi műhelyből származik. A Bercsényi utcai karpedecpár a kísérő leletek alapján a kora avatkorra kelteszhető. A sírból előkerült préselt nagy szívék, préselt kis szívék szintén ebben a korszakban voltak használatban. A régészeti korszakokban, így az avarkorban is általában bronzból készülnek az ékszerek zömében. Tehát ugye ezüstből ritkábban készülnek, aranyból meg még ritkábban. Ugye ez státuszjelző szerepet is hordoz magában. A karperec anyaga ugye gazdagságról is árulkodik, tehát ezüstből készült, nagyon szépen díszített, nagyon jól kidolgozású, tehát ez a pécsi kör karperecei közé tartozik. Ott kerültek elő az első karperecek, és ott a legdíszesebb, legjobban kidolgozott a karperecnek a mintája. Tehát vannak olyan vélekedések, hogy Pécs központú volt maga a műhely, és innen terjedt el az országban ez a típusú női ékszer. Van a szentendrei típus, amely egy rosszabb változata ennek, tehát abból is gondolják, hogy minél északabbra haladunk, annál gyengébb a minőség. Itt még vita tárgyát képezi, hogy ez valóban egy külön csoport, vagy pedig tényleg egy pécsi központtal terjedtek el ezek az ékszerek. Ez a tárgy is kora avarkori, és az avarkorszakot megelőző germán világban, ugye a Dunántúlon langobárdok, Duna Tisza közén, és inkább a Tiszán túlon a gepidák, mint a világában ez a rombikus, beponcolt díszítés, ez megjelenik ugye fémtárgyakon és kerámia anyagban pedig nagyon sűrűn, tehát hogy ez egy ilyen továbbélő motívum lenne a germán és a zavar korszakok között. Mindez jól mutatja, hogyan keveredett a különböző népcsoportok díszítő kultúrája, hogyan vették át egymástól és építették be saját szokásrendszerükbe az eredetileg gyökeresen más értékeket, s lett ettől gazdagabb saját kultúrájuk. Azt jelenti, hogy tovább él a mintavilág, tehát valószínűleg a kezdeti háborús időszakok után ugye az avarok legyőzték
a langobárdokkal közösen a gepidákat, utána pedig vérszemet kaptak, és a langobárdokat is elüldözték Pannoniából, ugye akkor költöznek Észak-Itáliába, tehát a Lombardia a langobárdok alapították, de hát a békés korszak beköszönhetett néhány év vagy évtized után, és akkor pedig egymástól átvették a akár az ötvös művészetet, vagy az edény művességet, annak a díszítő világát. Az állat és ember ábrázolás nem volt annyira jellemző az avar korszakban, ezért ugyanúgy, mint a honfoglalóknál, lehet, hogy van ilyen vallási háttere is, próbálták ötvözni az emberi és állati alakot a növényi mintákkal, tehát nem naturálisan mutatták be az élőlényeket, hanem ilyen növényi levelekben és indákban megpróbálták elrejteni. Az avarkorból származó ritkaságnak számító szekszárdi karperecet ebben a hónapban láthatják a Wasinski Múzeum hónap műtárgyait bemutató vitrinjében.